látják, Vig Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Együttműködik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pécsi Tudományegyetem. Megállapodást írtak alá. Adatlapok ügyintézés. Bővült az online elérés a NAV-nál. Sporttudomány és iskola. Konferencia a teljesítményről, eredményekről. Szezon zártak a motorosok. Elbúcsúzott az idénytől a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Együttműködési megállapodást kötött egymással a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pécsi Tudományegyetem pénteken. Ennek célja a szellemi tulajdonvédelmi ismeretek oktatása, valamint az STNH gyorsítósáv szolgáltatásának hatékony igénybevétele, amelynek révén eldönthető, hogy egy megoldással érdemes-e elindulni a szabadalmi oltalomszerzés útján. Meghosszabbította, illetve újra aláírta az együttműködési megállapodást a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pécsi Tudományegyetem. Azon kívül, hogy aláírták a normál keretek közötti oktatási és tudatosságnövelő megállapodást, azon túl egy új lehetőséget kínálnak minden hazai egyetem, köztük a PTS számára is, mondta Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke. Amelynek keretében az itt folyó kutatásfejlesztési tevékenységek eredményeit mielőtt publikálnák, lehetőségük nyílik egy szabadalmi bejelentés megtételére, amely szabadalmi bejelentést viszonylag gyorsan, rövid időn belül elvégezzük az újdonságkutatást és a legfontosabb szabadalmaztatósági követelmények vizsgálatát. Ezt visszajelezzük, és ez alapján el tudja dönteni a kutatócsapat, hogy publikál-e, vagy esetleg szabadalmi bejelentést tesz, ami elősegíti az adott megoldás hasznosíthatóságát. A gyorsaság mindig fontos. A gyors visszajelzésnek az előnye, hogy a jóval nagyobb költségekkel járó szakemberek igénybevételét már előre vetíti, vagy éppen eltanácsol tőle, tette hozzá az elnök. A gyorsaság pedig gyakorlatilag abszolút illeszkedik a publikációs folyamatokhoz, illetve a szabadalmaztatási folyamatokhoz. Ezt mi 2 hónap alatt elvégezzük, aminek az eredményeként ráadásul biztosítunk egy konzultációs lehetőséget, hogy azok, akik kevésbé értenek ehhez a területhez, azok jobban átlássák, hogy milyen további teendőik lehetnek. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pécsi Tudományegyetem több kara között is van már együttműködés, így például a gyógyszerésztudományi kar is együttműködik. A hivatal munkatársaival, munkacsoportjaival mintegy évtizede együtt dolgoznak. Mi elsősorban a gyógyszerhamisítás elleni küzdelmi vonatkozásában ennek a témának, de lakossági tudatosságnövelő, illetve az innovációban résztvevő kutató-oktatók tudatosságának a növelésében is. És egy nagyon gyümölcsöző együttműködés, tehát több programunk volt, több szakmai rendezvényen vettünk részt együtt, illetve a hivatal által felállított ösztöndíj programot mi is meghirdetjük a hallgatóink körében. Fittler András dékán bízik abban, hogy az együttműködés egyetemi szintre lépve oda jut, hogy az innováció és a szellemi alkotások jogi erkölcsi védelme kiteljesedik, és széles körben elfogadottá ismerté válik a kollégák között. Ezáltal felgyorsítják azokat a folyamatokat, amelyek az egyetemen az innováció terén zajlanak. Az együttműködési megállapodást Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, és Miseta Attila professzor, a Pécsi Tudományegyetem rektora írta alá az egyetem szenátusi tanácstermében. Tovább bővült a kizárólag az online nyomtatvány kitöltő alkalmazáson keresztül intézhető ügyek köre. Erről beszélt stábunknak a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina kiemelte, hogy akár telefonon keresztül kitölthetők a szükséges dokumentumok. Ez a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazása. A baranyai adóhivatal sajtóreferense azt mondja, többféle okos eszközön megnyitható ez a program. Az online nyomtatvány kitöltő alkalmazáshoz, az ONYA-hoz nem szükséges keretprogram, mert webes alapú és a felhőben tárolja az adatokat. Az elérése történhet elektronikus azonosítással vagy anélkül is. Elérhető a felület akár mobiltelefonról, akár pedig tabletről is. A felületen új adatlapok érhetők el, erről beszélt stábunknak Barlai Krisztina. A www.ba adatlapot kell kitöltenie az adózónak az ONYA felületen, hogyha ingóságot vagy ingósághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot szerzett.
Az IG01-es adatlapot azoknak az adózóknak kell benyújtani a hivatalhoz, akik a NAV ingatlan adatbázisából szeretnének adatokat lekérni. A GJ adó nyomtatvány is elérhető az ONYA felületen. Ez a gépjárműadóval kapcsolatos mentesség, kedvezmény vagy szüneteltetés igénybevételének bejelentésére szolgál. A gépjármű forgalmazók is elérhetnek az oldalon nekik fontos adatlapot. A GJ Forg nyilatkozatot azoknak a gépjármű forgalmazóknak kell benyújtani, akik illetékmentesen szeretnének gépjármű vagy pótkocsi tulajdonjogot szerezni. Azok az adózók, akik az áfát gyakrabban szeretnék elszámolni a hivatal felé, az áfa gyak elnevezésű nyomtatványt érhetik el az ONYA felületen. Az online nyomtatvány kitöltőről további információk érhetők a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, valamint telefonon a 1819-es infóvonalon. Rövid híreink következnek. Gyakorlatoznak a Magyar Honvédség Gripen pilótái október 21-én, 22-én, illetve 24-én az ország több településének légterében. A gyakorlat idején Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőköves, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatád, Kadarkút, Kaposvár, Veszprém, Várpalota és Hajmáskér térségében a megszokottól eltérő, nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani. A tájékoztatás szerint a pilóták ezeken a napokon délután 4 óra és este 9 óra között hajtják végre repülési feladataikat, ami képzettségük fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik, közölte a Kecskeméti Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár a közösségi oldalán. Szombaton tartották Pécsett az LMBTQ felvonulást, amelyen néhány százan vettek részt. A belváros jelentős részét lezárták, a rendezvényt rengeteg rendőr biztosította. Közülük sokakat az ország más részeiből vezényeltek át. A vendégek között ezúttal is megjelent az amerikai nagykövet. A menet a 48-as térről indult, délután 2 órakor, a végállomás pedig a Széchenyi tér volt, ahol beszédek hangzottak el. Rendzavarásról ez idáig nem érkezett hír. Csütörtökön temetik el a múlt héten elhunyt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Bonyhádon, közölte a politikus családja hétfőn. Mint ismert, október 17-én váratlanul elhunyt Potápi Árpád János a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A néhai politikus temetése 2024. október 24-én csütörtökön 16 órakor lesz a Bonyhádi evangélikus temetőben, ahol római katolikus szertartás szerint helyezik végső nyugalomra, jelentette be a gyászoló család a Facebookon. Sokan gondolják úgy, hogy értenek a sporthoz, de ez nem igaz. Ma már a szakemberek olyan eredményeket vesznek alapul és módszereket alkalmaznak, amelyek mérésekre, tényekre alapozottak, nem hitre, megérzésre, derült ki egy szakmai eseményen. Ez a sporttudomány, amelyről már a 7. konferenciát rendezték meg októberben a Pécsi Egyetem és a Cserepka Sportiskola együttműködésében. Ez a sportkonferencia megnyitója Pécsi Cserepka iskolában októberben. A sorban már a 7. ilyen eseményt rendezték. Idén 60 előadót hallhattak a résztvevők élőben és online. A sporttudomány fontos terület, ma már nélkülözhetetlen nem csak az élsportban, hanem a tömegsportban is, mondja az egészségtudományi kar dékánja. Bár gyakran halljuk, hogy a sporthoz mindenki ért. Sporttudományról a mai nap már szinte mindenki beszél, talán érezhetjük is azt, hogy a sporthoz mindenki ért, a labdarúgáshoz meg talán főleg, de ez nem így van. Azt gondolom, a sporttudomány kinőtte magát, önálló szaknyelvvel rendelkezik, önálló disziplina, és ehhez, hogy ezt meg tudjuk ismertetni, ehhez pedig kell, hogy azok a művelők, akik ezt tudományos szinten tudják művelni, tudományos kérdéseket tudnak feltenni, tudományos kutatásokkal tudják alátámasztani, vagy éppen megcáfolni azokat a hipotéziseket, fontos, hogy minél nagyobb körben meg tudjanak jelenni. A teljesítmény mérésének, az adatok gyűjtésének és értékelésének ma már olyan eredményei vannak, ami kihat a napi edzés munkára is. Az, hogy a mai világban már elfogadják az edzők, az, hogy a rehabilitációnak, a pihenésnek is milyen fontos szerepe van, ez talán a sporttudománynak is köszönhető. Vagy illetőleg azt is el tudjuk mondani, hogy a sportoló az akkor is fejlődik, amikor pihen. Azt gondolom ez a nézet, illetőleg ezek a tudományos eredmények,
nagyon sokszor csak akkor tudnak bevésődni a gyakorló emberek fejébe, hogyha ezt többször elmondjuk, és hogyha ezt bizonyítékokon alapul. Az eredmények ismertetése, a tudás megosztása, ez növeli és teszi még fontosabbá ezt a tudományágat. Ezért is tartanak konferenciát már évek óta a Pécsi Cserepka iskolával közösen. Most már azt mondhatom, hogy az együttműködésüknek ez a sporttudományi konferencia, ez már csak ez egyik szegmense, de nagyon sok kutatásban veszünk részt, ami tényleg a személyes sikra, de inkább ilyen szakmai sikra is tereli ezt az együttműködést. Ami miatt nekünk fontos, az az, hogy nem csak ezt a tudásmegosztást támogatjuk, hanem amit kezdetektől fogva, az iskola alakulásától fogva mondunk a diákjainknak is, hogy nem lehet egy pályán játszani, tehát nem elég csak a sportkarrierüket építeni, hanem igenis a tanulni is kell. Tehát ezért van az, hogy mindig azt mondjuk, hogy a kettős karrier, és hogy alapvetően ez egy sportiskola, tehát az iskolát hangsúlyozunk, nem csak a sportot. Volt diákjaik példája is ezt bizonyítja, akik más országokban jól tanulnak, illetve teljesítenek. Egyesült Államokban tanul a kosárlabdázó gyerekeink, vízilabdázó, teniszező, Spanyolországban van kosárlabdázó fiatalember, aki nálunk érettségizett. Tehát azt gondolom, hogy tényleg azért jó, tehát láthatóvá teszi a diákok számára az, hogy sport és tudomány az elválaszthatatlan. Jelenleg 543 diák jár a Cserepka iskolába. Az átlag tanulmányi eredmény 4,43%. Az iskolában nincs lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló, mondta az intézmény vezetője. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Több száz kilogrammnyi vágott dohányt és 430 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát találtak a pénzügyőrök egy pécsi garázsban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A 302,5 kg dohány és a cigaretták értéke több mint 25 millió forint, melyeket lefoglaltak. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt indítottak eljárást egy férfi ellen, áll a közleményben. A NAV baranyai munkatársai október 21 és 27 között hétfőn Pécsett az iskolabüféket, kedden szintén Pécsett a pékségeket, csütörtökön pedig Komlón a Szilvási városrész üzleteit ellenőrzik. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A vármegye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak betartását vizsgálják. Az online fizetés internetes kártyaelfogadási szolgáltatásában átmeneti kiesések várhatóak hétfőn éjféltől, közölte a MÁV. A jegyértékesítési rendszer karbantartása miatt a Simple Play online fizetés internetes kártyaelfogadási szolgáltatásában átmeneti kiesések várhatóak október 21-én 0 órától 3 óra 15 percig. A karbantartás a MÁV appot és az internetes jegyvásárlást érinti. Az utasok ez idő alatt a jegykiadó automatáknál, a jegypénztáraknál, valamint a vonatok fedélzetén vásárolhatják meg menetjegyeiket, közölte a MÁV. Szezonzáró motoros gurulást tartotta a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. A 13. rendezvény azzal a céllal szerveződött, hogy felhívják a közlekedők figyelmét a motorosokra, illetve megköszönjék a közlekedés többi résztvevőinek, hogy idén is fokozottan figyeltek rájuk. A felvonulást Pécsen, a Széchenyi téren tartották, és útjuk villányban ért véget. Több száz motoros dübörgött szombaton a Széchenyi téren Pécsen. Az idei utolsó, vagyis szezonzáró gurulásra érkeztek a baranyai székhelyre. Még Győrből is csatlakoztak a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület rendezvényéhez. Lassan már 2018 éveleje óta járunk le folyamatosan Pécsre és környékére, szezonnyitóra, szezonzáróra. Évközben én természetesen kicsivel többet járok, mint a többi motoros társam. Itt vannak lent a Dél-Dunántúli Egyesületnek, az elnöktagságnak a nagy cimboráim, meg a többi nagy motorosokkal is. Évközben is tartjuk a kapcsolatot, születésnapokat, húsvétokat, karácsonyokat így megtartjuk, vagy csak egy spontán kirándulást szervezzünk. Ők is valamikor feljönnek Győrbe, de hát az kicsit úgy ritkább egy pillanat. De általában egy félúton Balaton környékén szoktunk találkozni. Én Siklósra érkeztem, barátnőm pedig Hosszúetnéről. Idén májusban csináltam meg a nagymotorra a jogosítványt. Ez igazából egy gyerekkori álmom volt, mert a motorozás úgymond egy ilyen szabadságot nyújt számomra, illetve most már barátnőm számára is. Szoktunk menni túrázni ide a környékbe, de egyelőre még gyakorlom ezt az egész motorozást, mert ugye
Ehhez nagyon sok tapasztalat kell, meg idő, hogy bele tudunk rendesen motorozni. A párommal, ő szerettette meg velem ezt igazán, utasként sokkal nagyobb élmény. Más a levegő, más a körülnézett világ, minden teljesen máshogy látunk. És a legjobb egyébként ősszel motorozni, mert akkor színesek a fák, színesek a levelek, amik lehullottak, minden gyönyörű, teljesen más érzés. Az egyesületnek a tagjai jó barátaink, de csak így érdeklődünk, és hogy szép idő van, így kijöttünk mi is. A tél beköszönte előtt egy utolsó látványos gurulásra gyűltek össze az egyesület tagjai és motoros társaik, azért, hogy egy nagy összetartó erejű felvonulással zárják az évet. A tervek azok vannak persze, hogy csökkentsük a baleseteket. Ez évről évre egyébként, hál' Istennek, a statisztikák azt mutatják, hogy csökkenő tendenciában van, úgyhogy ennek nagyon örülünk. És most a szezonzárógurulásán is nagyon jó idő van. Rettentő sokan eljöttek, nem látom az irgalmasok közepéig, igazából a motorok tele vannak, parkolónak, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Lassan indul a motoros felvonulás, és megyünk le villányba, úgyhogy még úgy látom, hogy folyamatosan jönnek a motorok és csatlakoznak hozzánk. Ez én úgy gondolom, hogy egy ilyen 800 kötője és 1000 motor között vagyunk most jelenleg. A rendezvény legfontosabb eleme azonban mégiscsak a baleset megelőzés témaköre volt, amelynek keretében egy kerekasztal beszélgetés is történt szakértő szervezetekkel, személyekkel Pécsváros főterén a dzsámi előtt. A szezonzárás pedig most megtörtént. A lezárás az arról szól, még egy utolsó nagy közöset guruljunk itt Pécsen, de sokan nem teszik el a motorokat, mi sem tesszük el. Például tavaly is augusztus vagy december 31-én még motoroztunk egyet, ami tök jó volt, mert 10 pár fok volt, úgyhogy biztos, hogy sokan nem teszik még el a motorokat. 12 órakor elindult a csapat körbe a Széchenyi téren egy tiszteletadással, és irány villány, ahol beszélgetések és bemutató zárta a programot. A régió híreivel folytatjuk. Magyarország kormányának döntése értelmében 2025. januárjától új területfejlesztési program indul versenyképes járások területfejlesztési program néven. A központi és a vidéki térségek fejlettségi különbségeinek mérséklése a vidék népesség megtartó erejének növelése érdekében. A programmal kapcsolatban Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes tartott előadást Szekszárdon a Vármegyeházán. Potápi Árpád János államtitkár Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője emlékére néma tiszteletadással és gyertyagyújtással kezdődött Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes szekszárdi előadása. A téma a versenyképes járások területfejlesztési program volt, melyet a kormány 2025. januárjában indít el. A kormány szándékai szerint 2024-ről 25-re iparüzési adó többletet visszakívánja adni a járási szintű fejlesztések finanszírozására. A célunk az, hogy ezek az iparüzési adó többletek olyan fejlesztésben öltsenek testet, ami nem csupán egy településnek, hanem a járás minél több lehetőség szerint minden település számára hozzanak hasznot. A járások által pályázható forrás összege a kalkulációk szerint 65 milliárd forint lesz. A kormány minden járásnak legalább 250 millió forintnyi támogatást garantál, ez azért van, mert nagyon sok esetben, így például itt Tolna vármegyében is, hogyha megnézzük az egyes járásokat, bizony a helyi iparüzési adó növekmény nem érné el járási szinten a 250 millió forintot. Ezt a kormány minden járás esetében legalább 250 millió forintra kiegészíti. Legalább 250 millió forintos keretre pályázhat minden járás. A vármegyeszékhelyi központú járások esetében ez az összeg 500 millió forintot jelent. Tolna vármegyében mindösszesen 900 millió forintnyi iparüzési adó növekménnyel kalkulálunk 2025-ben. Ehelyett a kormány mintegy 2 milliárd forintot, konkrétan 1 milliárd 952 millió forintot biztosít járási célú fejlesztésekre.
A projekt kidolgozására és a pályáztatás menetének lebonyolítására úgynevezett járási fejlesztési fórumok jönnek létre. Ezek vezetői a járás székhelyi polgármesterek lesznek, tagjai pedig az önkormányzati hivatallal rendelkező települések polgármesterei. Az előadás követően a megjelent polgármesterek kérdezhettek a miniszterhelyettestől. Többek szerint a programot jobban át kéne gondolni, a települések közötti összefogás nem fog gördülékenyen működni, a fejlesztésekre vonatkozó döntéshozatal nehézkes lesz. Az elmúlt hetekben nagy port kavart országszerte a hír, miszerint ha valaki a kukából kiveszi a visszaváltható palackokat, flakonokat, akkor azt a rendőrség bünteti. Ezt a kérdést szeretné tisztázni és hiteles tájékoztatást adni a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Visszaváltható palackok és flakonok. Nagy port kavart az a hír, miszerint bírságolnak, ha kivesszük a kukából őket. A rendőrségnek nem célja az, hogy azokat az embereket, akik a társadalmi együttélés keretében ezeket az üvegeket, illetve műanyag flakonokat összeszedik és visszaváltják, illetve ebből esetleg pénzt kapnak, azokat az embereket a kollégáim nem fogják bántani, nem lesz rendőri intézkedés velük szemben. Azonban, ha valaki közben a kuka tartalmát kiborítja, illetve megrongálja a kuka fedelét, vagy bármilyen hasonló cselekedetet követel, az már szabálysértésnek minősül, ami büntetendő. Ennek a dolognak az előzménye az volt, hogy pár évvel ezelőtt különösen a fővárosban lomtalanítások alkalmával maffiaszerűen próbálták megszerezni a kidobni kívánt tárgyakat. Ezt értették félre nagyon sokan, hogy az 50 forintos üvegek, dobozok, illetve műanyag flakonok is szabálysértés tárgyát képezik. Ez alapvetően így van, de a rendőrségnek egyáltalán nem szándék az, hogy emiatt bárkit is megbírságoljon, vagy bárki ellen szabálysértési eljárást folytasson, hiszen nagyon sokan úgy gondolják, hogy a társadalmi együttélés szabályai szerint, aki ilyet cselekszik, az tulajdonképpen még a környezetért is tesz, és jutalmat is érdemel, tulajdonképpen azt, hogy ezt az összeget, amit ő néhány órás munkával elvégez, akkor azt utána megkaphassa. Hajléktalanokat is kérdeztünk a témával kapcsolatban. Van, akinek elég szép összegeket hoz a gyűjtés. Ki szokta elvenni az üvegeket a kukából? Igen, ki. Ki, és akkor itt szoktam leadni a lidőjét. És így napi szinten mennyit sikerül összegyűjteni? Hát, kicsit szállást. Körülbelül. De vannak olyan haverjaim, akik ilyennel foglalkoznak csak. Azoknak sok, 2-3 ezer is összejön. A férfi elmondta, hogy figyel a tiszta környezet megóvására. Nem hagyom szemetet a környéken. Meg valamikor föl is veszem. Aggodalomra semmi ok, a hatóságok egészen addig nem avatkoznak bele, ki mit vesz ki a köztéri kukákból, amíg nem okoz másoknak és környezetüknek kárt. Ősszel is vigyáznunk kell házi kedvenceinkre. Fontos a folyamatos külső élősködők elleni védekezés. A hideg napok beköszöntével pedig figyelnünk kell arra is, hogy lakásban tartott kedvenceink a séták alkalmával, különösen nyírkos, csapadékos időben viseljenek valamilyen takarót vagy ruhát. Az őszi időszak a felkészülési jegyében telik az állattartóknál is. Legyen szó akár házi kedvencekről, vagy éppen baromfi állományról. Utóbbiak esetében jelenleg a madárinfluenza megelőzésére zárt tartást rendelt el a főállatorvos. Ugye mi egy vonulási útvonalon vagyunk. Szerencsére a Somogy megyének a státusza jó, de benne van a lehetőségek között, hogy behurcolásra kerül madárinfluenza. A visszatérve, illetve áttérve a cicákra és kutyákra, valóban túlestünk a nyáron, de viszont még most is elég meleg van, és a klímaváltozás miatt valószínűleg, hogy megint enyhetelünk lesz. Ez viszont azt jelenti, hogy a paraziták is nagyon lelkesek. Úgyhogy tulajdonképpen már megszűntek ezek a téli-nyári protokolljaink, tehát télen is ugyanúgy bizony védekezni kell a külső élősködők ellen. A kullancsok most megint nagyon aktivizálódtak, a bolhák el se felejtették a feladatukat, de akár a rüadkákról is beszélhetünk, hiszen a vadállatoknak, itt a rókákra gondolok elsősorban, a városokba való bevándorlásával egyre több ilyen atkás esettel találkozunk, rüadkákkal vagy esetleg demodex fertőzésekkel. Ezek a komplex tabletták, ezek már alkalmasak arra, hogy az atka fertőzést is leküzdjék. Emellett fontos az őszi féregtelenítés is, bentlakó kedvenceknél akár havi rendszerességgel is, főleg olyan környezetben, ahol kisgyerek, idős ember vagy immunbeteg van a családban.
A tél közeletével a szakember néhány fontos dologra is felhívta a figyelmet. Ha egy kutyus vagy egy cica, de hát itt főleg kutyákról van szó, elsősorban lakásban lakik, akkor az ő szőrzete ehhez fog igazodni. Tehát az az alsó meleg pehely szőrzet nem fog kifejlődni. Ebből következik az, hogy igenis ruhát, kis pulóvert, kabátot kell adni a kutyusra akkor, amikor sétálni megy, mert meg fog fázni. Ugyanez vonatkozik fordítva is, tehát az olyan kutyák, akik kint laknak, és hozzászoktak a kinti hideg levegőhöz, ők a lakásba való bejövetelkor bizony melegük lesz, és ők is könnyebben meg tudnak fázni. Tehát alapvetően el kell dönteni, hogy kinti vagy benti állatról van szó. Mind a képen fontos az, hogy a benti állatok is rendszeresen sétáljanak, kint legyenek a levegőn, de föl kell öltöztetni őket. A szakember szerint a 10 fok alatti hőmérsékletnél, vagy az esős, ködös, szeles időben a bentartott kutyákra már kell valamilyen védőruhát adni. Lábukat azonban csak akkor kell védeni, ha sérült, érzékeny a talpárnája, vagy jeges talajon közlekedik az állat. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer röviden. Együttműködik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pécsi Tudományegyetem. Megállapodást írtak alá. Adatlapok ügyintézés. Bővült az online elérés a NAV-nál. Sporttudomány és iskola. Konferencia a teljesítményről, eredményekről. Szezon zártak a motorosok. Elbúcsúzott az idénytől a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Kedden reggel is számítani kell köd és párafoltok képződésére, napközben pedig marad a száraz, napos idő. A Dunántúlon lehet valamivel több felhő az égen, csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, délelőtt 10-13, délután 14-19 fokra van kilátás. Friss hírekkel legközelebb, holnap este. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!